Bántanak téged? Megköveznek? Van egy pár démon, az biztos. Van egy pár üldözés is, az is biztos. Néha egy kis betegség, néha egy kis emberek elutasítanak legfeljebb, és azt mondják, hogy te szent fazék vagy. Na minek nekem? Nem akarom én ezt csinálni. Tudod, mit csinálj? Menjél tovább. Ne győzködd az embert, ne mosod az agyát. Persze a családtagodról nem tudsz tovább menni. Ha éppen a férjed az, vagy a feleséged, akkor türelmesnek kell lenni hozzá. De az a helyzet, hogy nem hagyjuk abba a munkát. Mert az Isten fia nem csak jött, hanem meghalt azért, hogy életed legyen, és bővölködő életed legyen. Azért, hogy megvigasztal téged, megerősíti a lelkedet, a szívedet, a családodat, átváltoztat mindent. Amen. Átváltozik az életetek, átváltozik a szolgálatotok, ahova befolyik ez a folyó. Miért? Mert nem csak Jézus jön, hanem Jézus meghalt, eltemetetett, föltámad, de fölment a mennybe, és elküldte a Szent Szellemet. Amen. Hát a Szent Szellem pedig itt van a földön. Most is itt van. És betölt tégedet. Réplikám betölt, azaz. Réplikám párlom, megerősíti a belsődet. És lesz erőd. Nem magadból lesz erőd, hanem az Isten ereje jön belé. Az Isten ereje benned van.